csodálatos összes feltartás, ráadásul így is nevezik őket szoknyások. Tehát a plébánost, azt még egészen a viccek szintjéig is ismerjük, ezt meséltem még is. Amikor a moziban biztos emlékeznek még rá. Sötét van, megy a film, és akkor megszól egy hang, hogy uram, ez nem szoknya, ez reverenda. És akkor kis idő múlva kicsit ingerültem, mert uram, mondtam már, ez nem szoknya, ez reverenda. És talán a kis szünet után diadalmas, azt mondja, ahogy mondtam. Tehát ez, hogy szoknyának tekintik a reverendát, ez nem csúfolódás, ez tényleg az. Tehát a női mi voltját nem az első áldozásnál fejezi be, hanem viszi magával tovább. Ugyanakkor láttak már római katolikus papot ekkor szakában? Nem, szörtelenség. Nem is engedik neki. Tehát volt olyan, éppen ennek a barátomnak volt barátja, akit egyszerűen eltanácsoltak a római katolikus egyházban a papi pályától, mert valamilyen oknál fogva ragaszkodott, hogy szakában legyen. Kész viszontlátás. Hát hogy szakállos mi össze? Hogy képzeli? Ez csak a koronázási palástól megképzel. Tehát most folytatni, ne álljunk meg itt, mert jönnek a további adalékok. Tehát azt mondja, hogy áld egy római katolikus. Tehát ez a kézmozdulat, a tenyér fölfelé, szétáll a két-két, lehívja az áldást. Hogy áld egy református pap? Tehát ő osztja az áldást, a nő pedig befogadja az áldást. Hát ez pontosan megfelel a yang minőségnek és a yin minőségnek. Tehát az áldás osztás és az áldás befogadás. Na most, amit a pap prédikál, római katolikus templom, az hogy nevezik? Az a szent beszéd. Ez ilyen nincs reformátusnál. Ott prédikáció van. Tehát az egyik az valamit kiad, a másik pedig megint csak befogad, illetve azt, ami a szentségi része, azt próbálja tolmácsolni. Tehát a két fél még csak elnevezésben sem felel meg egymásnak. Egy egészen már gyakorlat. Nem tudom, jártunk-e már római katolikus templomban. Hát ha jártunk és hallgattunk, most szentbeszédre gondolok, tehát nem a is áldozat részre. Hát aki mondjuk vagy vallástalan körülmények közt nőtt föl, vagy más vallású is úgy megy be, hát az első percekben alig bírja visszafolytani a nevetést. Miért? Azért, mert az a hangsúlyozás, ahogyan egy római katolikus pap a szentbeszédet mondja, az nem egy férfinek a hangsúlyozása. Ez teljesen az éneklő hang, ami teljesen az a benyomás, hogy itt egy kappan van. Tehát ez, és hogy megjátsza, nem megjátsza magát. Ez a hanghordozás. És éppen akkor esik ki a szerepéből, amikor megpróbál férfias lenni. Most egy református pap rasszottuk volna rözögtet. Nem férfias. Tehát az tényleg úgy nyilatkoztat ki, hogy majd esik a szószékre. Tehát ez a kettős szerepe nagyon messze menőleg érvényesül, és arra figyelmeztet, hogy itt a kétféle magatartásforma csak együtt értelmes. Az egyikben hogy közvetlenül működő teremtő erő, a másikban pedig annak a befogadása és testet adás. Ez a női minőség feladata. Na most, még egy apróság, ami egyáltalán apróság. Tehát, hogy fölvetették ennek az elméletnek a közvetlen megismerése után, hogy hát ez tényleg érdekes dolog, szent helyek csak katolicizmuson belül. Ezt meg katolikus részről szokták úgy emlegetni. Na, nektek reformátusok még szent helyeitek sincsenek. Miért lenne? Hát ők nem töltődni akarnak. Ahol egy református pap állást hozt, az a szent hely. Tehát ő nem elmegy töltődni egy szent helyre, hanem megszentel egy helyet. És ezért nincs szentelménye sem, és ezért nincs szent helye sem. Tehát azok a nagyon szép gondolatok, hogy szent helyen, szent időben, ez a töltődő jellegű, a
egy nagyon fontos tétel, hogy egy református pap valaha, miután a reformálás, az ősvállásnak a reformálása volt Magyarországon, az nem kereste a szent helyet, hanem csinálta a szent helyet. És neki nem kellett szentelt vízzel meghinteni semmilyen úgynevezett szentelmét, mert abban a pillanatban, hogy ezt ő adta valakinek, az már megszentelté vált. És ráadásul ezt egy római katolikus asszony mondta el ennek a református papnak, mert ő még tudta. Tehát ha valaki ezek után katolikus részről ellenségnek tekint református, vagy református részről ellenségnek tekint katolikus, az vagy nem tudja, hogy mit beszél, vagy nagyfokú gonoszság lakozik benne. Ezt tessék elfelejteni. Egymást feltételező kettőségről van szó, akármelyiket metélem le, vagy szégyenítem meg, a teljességet bontom meg, és a teljességben magát a teremtőt szégyenítem meg. Na most ez olyan dolog, amit tudom, hogy első vallásra nagyon nehéz befogadni. Miért? Azért mind a kettőt arra nevelik, hogy a másikat vesse meg. Lehetőség szerint még gyűlölje is. De semmiképpen ne tekintse magával egyenlónak. Most ez így nem működik. Tehát akkor ez nem emberi közösség, és akkor ezt nem lehet a szó magas értelmében vallásnak nevezni. Ha megszoktuk majd egymást, akkor utána visszatérhetünk erre a témára. Minden esetre a gimnázium fokozatán ezt a gyerek meg tudja érteni. És tessék meg egyszer kipróbálni, egy olyan felszabadultság érzés vesz rajta erőt, hogy akkor hát nekem nem kell gyűlölnöm a, és akkor kipontozható a katolikus reformáció. Nem, fiam, eszedbe ne jusson. Na hát ez legyen akkor a végszó, gondolom elég nagy meglepetés is volt. Ennek az írásos kifejtése, ha napvilágot látna, akár interneten, akár, vagy mind a kettőn, tehát szakfolyamatban is, akkor természetesen azonban szólni fogok, mi pedig köszönöm a türelmet és figyelmet.